Figyelem, riasztás! Ez az a film, amit a közelmúltban felkaptak az internetezők. Szabó Balázs, a Vas megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munkatársa, a szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokságon ad ízelítőt tánc tudásából. A százados gyerekkora óta készült hivatására. A legjobb része maga a vonulás. Amikor beülünk az autóba, sietünk, 2 perc alatt fel kell lenni az autón. Balázs imádja a munkáját, ami sok veszélyhelyzettel jár. Égőházba behatolás az volt talán a legveszélyesebb. Az a gond, hogy ott nem tudja, hogy az ember mivel találkozik. Ez nagyon sokszor előfordul, a tűzoltók úgy mennek be a füstölteli térbe, légzőkészülékben, stressz helyzetben, hogy nem tudjuk, hogy mi vár benn. Természetesen megvannak ezeknek a biztonsági előírásai, tehát nem egyedül megyünk be, nem hősködünk, ez egy nagy csapat, és csapatként is viselkedünk. Ez viszont nagyon pozitív lenne. Balázs hivatásos munkája mellett most a Sárvári Modern Tánc Egyesület Showtime Dance formációját vezeti. Itt találkozunk csapatával. Nagyon sok ötletünk van, hogy mit lehetne megvalósítani Magyarországon. A hip-hopot szeretnék egy kicsit felélénkíteni, mert most egy kicsit mélypontját éli. Balázs törekvését profi táncosok segítik. 22 éve táncolok. Számomra ez egy életforma, egy önkifejezési eszköz. Úgy gondolom, hogy ez a legőszintébb beszédfajta, úgymond a testbeszéd, úgyhogy a tánc az, ami nem hazudik. A mozgás az, hogy felszabadultak lehetünk, az, hogy élvezhetjük azt, amit csinálunk. Ha előadunk egy produkciót, akkor látjuk a közönség arcán azt, hogy élvezik azt, amit csinálunk, és mi örömet adunk másoknak. Szerintem az a legfontosabb lenne. Jó bemenni ilyen haverok közé, úgymond, egy társaságból bármit elmondhatsz, bármit csinálsz, igazából magad lehetsz, és ezzel még fejlődni is tudsz, és ugye a legfontosabb, hogy a buliban bemész, és meg tudsz mozgolni, ami a lányoknak eléggé imponáló dolog. A Showtime Dance tagjai nemzetközi versenyeken is szép eredményeket értek el, többen saját tánciskolát vezetnek. Mégis fontosnak tartják ezt a közös projektet. Engem is inspirál a Balázs többféle téren, tehát mint edzésileg, mint erőlétileg, illetve ami nagyobb dolog, hogy a csapat összetartás terén egy elengedhetetlen személy, úgy gondolom. Balázs 17 éve táncol, több mint 10 éve tanít kicsiket és nagyokat. Van, hogy éjszakában nyúlnak a hétvégi edzés. Nem ritka az, hogy péntek-szombati napokon éjszaka edzünk, mert 8:30-ig vannak edzések a termekben, és utána tudunk nekiállni mi saját magunk edzeni. Nem egyszer volt nagy éjfél, egy óra körül fejeztük az edzéseket. És hogy miért készült a táncos videó? A tűzoltóságos munka nagyon jó platform erre, hogy megmutassam, hogy miként működik ez a dolog, mert egy tűzoltó, ha táncol, az mégis érdekesebb történet, mint hogyha egy civil munkával bíró ember táncol. A fiúk tele vannak tervekkel. Amellett, hogy idén is több versenyen indulnak, nem kizárt, hogy tehetségkutatókon is találkozhatunk majd velük.